Sziasztok! Elkezdjük idei első backstage fórumunkat, a hangfoglaló program és a majdnem híres Roksuli zeneipari képzés közös edukációs minikonferencia sorozatát. Az első idei első témánk az a koncert bevételeken túli bevételeknek a fókuszában zajlik. Az első előadásunkban az élőzene iparák, tehát a koncertbevételek utáni legfontosabb magyar bevételi forrása szerzői jogdíjak körül fog forogni, és dr. Tóth Péter Benyámin az Artisius kommunikációs vezetője, illetve dr. Békés Gergely az EI jogtanácsosa, az előadói jog, előadó művészeti jogvédőiroda tanácsadója fog nekünk beszélni erről. Úgyhogy így kezdjük, és most fel is kérném az első eladó dr. Tóth Péter Benyámint. Ahonnan én kezdem az artisziuszos témát, az, az, hogy én, ami ebbe van, ebbe a kis füzetbe, amit ott hátul találtok, azt én alapnak veszem. Tehát onnan indulunk ki, hogy én azt gondolom, hogy aki itt van, az tudja az, hogy az Artisus az jogdíjakat kezel, a zeneszerzőket, szövegírókat képvisel és hogy ennek során nagyon sokféle helyről, ahol zene hangzik el, jogdíjat szedünk be, és fizetünk ki a szerzőknek. Jó, aki ezt esetleg még nem látta, vagy vannak ott még más kiadványaink, meg egy kis jegyzetfüzet, meg tollából nyugodtan vigyetek. Én nem szeretném hazavinni. Két olyan témát hoztam ide, ami most már kifejezetten arról szól, hogy egy zeneszerző, szövegíró, hogyan tud pénzt kapni a rendszerből, tehát most nem elméleti bevezetőt, meg egyesületi struktúrát, meg ilyeneket fogok mutatni, hanem nagyon direkt módon rögtön átugrok két olyan fejlesztésünkre, ami a szerzőknek való online rendszerünkben 2017 során került élesítésre. Ebből az első az a fellépéseknek a regisztrálásáról szól, a másik az pedig a, a népszerű nevén a beragadt pénzek, valójában az azonosítatlan művekre eső pénzeknek a kiszabadítása, feloldásáról szóló ilyen alkalmazásunk. Rögtön kezdve itt az elsővel a fellépések bejelentésével, ugye miről van itt szó, arról, hogy amikor egy zenekar, egy előadó föllép egy helyszínen, akkor ő mint előadó, ő mint fellépő, az adott helynek a szervezőjével, az adott rendezvénynek a szervezőjével van közvetlenül szerződéses kapcsolatban, és ugye ebben ez alapján ő gázsit kap a zeneszerzők, szövegírók viszont az artisuszon keresztül fognak jogdíjat kapni, tehát a szervező az fizet jogdíjat is mindemellett. Ugye vannak olyan esetek, amikor az előadó és a szerző ugyanaz a személy, meg van, amikor ez eltér, nyilván van ebben mindenféle átfedés. Mindig az a helyzet, hogy a zeneszerző, a szövegíró az artisuszon keresztül kapja meg a jogdíját, és azt tapasztaltuk itt nagyon hosszú időn keresztül, hogy sok olyan helyzet van, ahol a fellépő pontosan tudja, hogy milyen dalokat játszott, ezek részben akár a saját dalai is, Érdemes megkérni őket, hogy jelentsék le a saját fellépéseiket. Mikor léptek föl, hol léptek föl, milyen dalokat játszottak, mert hogyha ezt tesszük, akkor ő a másik oldalon szerzőként jobban megkapja a jogdíjat, de nem csak ő, hanem a műsorban szereplő összes zeneszerző szövegíró. Úgyhogy a online rendszerünkben egy ilyen új menüpontot hoztunk létre, ezt ott bal fölül látjátok, ez a fellépések menüpont, ebből rögtön látszik, hogy itt két dolgot lehet csinálni. Egyrészt fellépéseket lehet bejelenteni, másrészt pedig egy-egy ilyen fix, visszatérő setlistet lehet beállítani. Ugye ez olyan fellépés sablon, amiben benne van az, hogy pontosan milyen dalokat játszunk, milyen sorrendben. Ugye ennek az a háttere, hogy az, aki egy bizonyos időszakban sok helyen fellép, az nagyon gyakran ugyanazt a műsort játsza minden helyen. Így nem kell mindig újból összeállítani a műsort, hanem egy ilyen sablont lehet összeállítani. <kül> Itt rögtön kezdjük azzal, hogy hogyan lehet egy setlistet összeállítani. Ugye ezen a képen még azt látjátok, amikor még egyetlen setlistet sem állítottatok össze, tehát egy új felhasználóként érkeztek ide. Picit itt ebben a nagy fényben most kevésbé látszik talán, de a lényeg az az, hogy meg kell adni nagyon egyszerűen a setlistnek a nevét. Ugye ez olyasmi tud lenni, hogy 2018 tavaszi rövid klubtúrné, vagy valami ilyesmi, amiből tudjátok azt, hogy ez pontosan melyik setlistetek és alatta egyszerűen egymás alatt megadni a műnek a címét, kiírta, részlet, vagy teljes mű, ilyesmi. Most az, aki a saját dalát választja ide be, az egyébként elég könnyű helyzetben van, mert az első két-három betű beírása után ugye felajánljuk az ő saját dalai közül azt, hogy vajon melyikre gondolhatott. Ez nekünk nagyon hasznos, ezt meg fogom mutatni a statisztikákban, mert ez azt jelenti, hogy az innen beérkező műsorok, elhangzások azok már, Pontosan beazonosítva jönnek be hozzánk, pontosan tudjuk, hogy melyik kódszám alatt lévő zeneszámot, művet, szerzeményt adták elő. Ugye itt ez látszik is, hogy ahogy elkezditek beírni, ott fölajánlja a rendszer azt, hogy melyik dalról lehet szó, és akkor mindenféle Artisius műkoddal, ISVC koddal, tehát az összes azonosítóval együtt fog beérkezni hozzánk az elhangzás. Ugye így akkor szépen egymás alatt ebben az esetben éppen három dal szerepel és az elmentés után itt fogjátok látni a saját szetlisztjeiteknek a sorrendjét, és ezt szépen bármikor meg lehet nézni, lehet rajta módosítani. Ugye ez még csak az előkészület volt arra, hogy az igazi érdemi munka elkezdődjön. Én azt javaslom, hogy mindenki, aki rendszeresen fellép, az mondjuk havonta jelentse le hozzánk utólag a fellépéseit. Most itt valamit csináltam, semmi gond. Igen, tehát a fellépéseket bejelenteni. A fellépéseket úgy lehet bejelenteni, hogy egy ilyen négy lépésből álló, tulajdonképpen egy varázslószerű megoldással vezetjük végig a kitöltőt. Az első oldalon meg kell adni az adott fellépésnek az összes fontos adatát. Kilépett föl, hol lépett föl, milyen dátumon. Ilyesmi. A rendezvény helyszínekre is van egy ilyen segítőnk, hogy ahogy elkezditek beírni a rendezvény helyszínét, az nálunk lévő rendezvény helyszín adattörzsből segítünk, és megmutatjuk, hogy melyik helyszínről lehet szó. Ugye ez is sokat segít nekünk, hogy ne legyenek duplikátumok az adatbázisban. Következő oldalon meg lehet, ez nem kötelező, de meg lehet adni a szervezőnek a nevét elérhetőségét. Ez akkor tud nekünk segíteni, ha azt az adott rendezvényt esetleg elfelejtették volna jogosítani. az néha előfordul, de azért a az esetek 70-80%-ában az itt bejelentett rendezvények mögött van már eleve egy jogdíjfizetés. A többi esetben meg nyilván föl tudjuk szólítani az adott szervezőt. Ha külföldi fellépésről van szó, mert külföldi fellépést is be lehet jelenteni, akkor ezek kötelező adatok, mert ez a nemzetközi szokás, hogy ilyenkor pontos adatokat kell adni a külföldi jogkezelőnek. Amit még itt talán érdemes kiemelni, van is egy ilyen pipa itt alul, hogy anonimitást kér a fellépő. Ez egy nagyon gyakori visszajelzés volt, hogy ha a fellépő bejelenti a rendezvényt az az akkor többet nem fogják őt oda hívni, mert hogy akkor jogdíjat kell fizetni. Azt gondolom, hogy most már ennél sokkal tisztább a piac, tehát azért most már egy rendezvényszervező, amelyik nem fizet jogdíjat, az azért az inkább nagyítóval keresendő. Biztos van még ilyen, meg biztos vannak olyan zenei stílusok, ahol ez még jellemzőbb. De éppen ezért azt jó, ha tudjátok, hogy amit itt bejelentetek fellépést, ott soha nem úgy megy oda a munkatársunk az adott helyhez, hogy XY azt mondta, hogy itt fellépés volt, és nem is azt mondjuk, hogy a fellépőtől tudjuk. Ugye az az igazság, hogy egy nyilvános rendezvényt így elrejteni, az nem egy olyan nagyon könnyű feladat. A közösségi médiától kezdve plakátokon keresztül nagyon sokféle helyen lehet tudni arról, hogy hol van Élő, élő zenei fellépés. Pedig ez gyakori kérdés már volt ilyen, amikor ilyen falunapot jogosítottunk, és akkor a polgármesteri hivatalból kérdezték, hogy de honnan tudtunk róla, onnan, hogy ki van plakátolva az egész falu vele. A következő oldalon meg lehet adni jogosítás segítő információkat. Itt olyasmire kell gondolni, hogy ha készült a helyszínen fotó, videó, esetleg a számlának a képét valaki be akarja adni, ezek nem kötelező elemek, de hogyha ilyeneket megadtok, akkor ha bármiféle vitás helyzetbe kerülünk az adott helyjel, hogy nem is volt koncert, nem is történt, nem is ismernek ilyen rendezvényt, akkor ezek tudnak segíteni abban, hogy, hogy könnyebb legyen tovább lépni a, szervezővel. És akkor hát a negyedik lépés, az talán az a legfontosabb, ugye itt kell megadni azt, hogy milyen elhangzások voltak, ezt meg lehet adni így egyesével, meg hát itt jön nekünk az a nagyon jó feature, amit az előbb mutattam, hogy a setlistek közül ki lehet választani egyet. Itt lehet látni, hogy a szetlistát egyszerűen betöltitek, és akkor innentől kezdve ez készen van, le lehet adni. Még mielőtt a statisztikákat elmondanám, amire ez igazán jó, vagy amire nagyon javaslom mindenkinek a használatát, az az, hogy itt aztán a fellépések bekerülnek egy listába, és minden fellépés mellett mutatunk egy státuszt, hogy éppen hol tartunk azzal. Még ügyintézés alatt van, már beszettük, várható felosztás időpontja, Olyanok is vannak, amikor nem tudtuk beszedni, esetleg perelni kell, vagy végrehajtást kell indítani. Ezek mind ott látszanak státuszmezőben, és ez azért nagyon hasznos, mert így amikor bejelentetek 40-80-100 fellépést, akkor azt is tudjátok, hogy ebből melyik az a 20-50-70, amit megkaptok, melyik az, amire még várni kell, és azzal pontosan mi a státusz. Ezt én, minden, ezt én, nagyon vártam ezt a fejlesztést, mert azért ennek sokszor az az optikája kívülről, hogy hát én lejelentettem 80 fellépést, és miért csak 60-at kaptam meg. Azért, mert 20-nál még dolgozni kell, még vita van, esetleg fizetésképtelen az adott helyszín, és ezeket innentől kezdve mindig pontosan tudjátok látni. Jó, a statisztikákról itt mind a két fejlesztésnél mutatok majd egy pár statisztikát. Ezzel márciusban, tavaly márciusban indultunk el, tehát most már lassan egy év a tapasztalat mögöttünk. Eddig egy olyan kb. 500 szerző használta ezt, akik közel 8000 fellépést jelentettek le rajta, 900 körüli setlistet állítottak össze, és ezekkel már 115.000 darab mű elhangzást jelentettek be. Ugye, tehát egy dal egyszeri elhangzása az egy, így ez már 115.000-nél tart. És ami miatt mondtam, hogy nagyon örülünk ennek a fejlesztésnek, miatt házon belül, vagy hogy mondjam, a kollégáim, az az, hogy abból a 115 ezerből annak már a 85%-a úgy jött be, hogy pontos műkóddal jön be azonosítva. Tehát nem, nem, csak, hogy nem kézírásokat kell nekünk kibogozni, hanem pontosan tudjuk, hogy melyik dal, melyik verziója hangzott el, és ez nagyon megkönnyíti a felosztást, kifizetést. Jó, most ugrunk egy másik témára, így eléggé más a, valóban, amiről beszélünk. Itt az azonosítatlan műveknek a jogdíjáról beszélünk. Itt azt, körülbelül hogyan kell ezt elképzelni, ugye amikor mi jogosítunk egy helyszínt, akkor elvárjuk azt is, hogy adatot adjon arról, hogy pontosan milyen dalok hangzottak el, hányszor, milyen hosszan, nagyon sok adatot. Rádióktól, tévéktől, koncertszervezőktől, hangfelvételkiadóktól, online zeneszolgáltatóktól, nagyon sok helyről kapunk ilyen adatot. De nyilván ilyenkor megpróbáljuk megkeresni a mi saját műadatbázisunkba, ugye jönnek a szerzők, bejelentik a dalaikat, próbáljuk összepárosítani ezeket, és vannak esetek, amikor ez nem sikerül. Nem sikerül azért, mert a szerző még elfelejtette bejelenteni, ez is egy gyakori eset, meg nem sikerül azért, mert a rádió, koncertszervező, valamely más felhasználó nem tudta, hogy mi annak a dalnak a címe, pontatlanul adta meg, zárójelben még hozzáírt valamit, és így nem sikerült beazonosítani. Ugye ezekből a művekből elég sok van, és meg kéne próbálni segíteni a szerzőknek azt, hogy ők jöjjenek, keressék meg, válasszák ki, hogy ezekből mi az övék, és ki tudjuk nekik fizetni a beragadt összegeket. Ez korábban nálunk csak személyes egyeztetéssel lehetett megtenni, egy elég bonyolult ilyen személyes ügyintézést igényelt, ami miatt nagyon kevesen fértek ehhez hozzá. Ezt próbáltuk úgy átfordítani egy ilyen online rendszerbe, hogy ne egyszerűen csak egy, egy ilyen nagyon buta keresőt adjunk, hogy nézd, megtalálsz -e itt valamit, hanem próbáljunk többet segíteni ennél. Itt ugye a művek menüpontban van egy ilyen, hogy azonosítatlan művek, ide kell kattintani annak, aki ezt szeretné Használni. Itt van egy leírásunk is arról, amit az előbb elmondtam, hogy mitől lesz azonosítatlan egy Tehát ha valaki nem érti, akkor itt azért némi információt ehhez kap. De az igazán lényeges ábra az ez. De próbáltunk az egyszerű kereshetőségen túl egy ilyen ajánlott listát fölkinálni minden szerzőnek. Tudjuk az ő nevét, tudjuk azt, hogy ő milyen előadóknakkal szokott együtt dolgozni, tudjuk a műcímeket, és ezek alapján megpróbálunk keresni az adatbázisban, ezekben az azonosítatlan művek között, hogy mi az, ami esetleg hozzá kötődik. Tehát egy ilyen elég széles, de azért mégis egy szűkített listát kap ő. Lehet látni, hogy mit tudunk mi erről az elhangzásról, tudjuk, hogy mi a címe, tudjuk, hogy milyen előadót adott meg a felhasználó. Tudjuk, hogy hol hangzott el, ezt most meg is mutatom. Ugye így lehet látni, hogy egy, ennek az általunk nem ismert elhangzásnak, itt mondjuk pont a A38 hajó színpadán volt egy elhangzása, ezt a tévében lejátszották. Ugye ez segít abban a szerzőnek, hogy felismerje, hogy igen, tudom, ez az én dalom, valószínűleg más volt a címe, amit én megadtam eredetileg. Jó, itt akkor két opciója van a szerzőnek, ezt jobb oldalon látjátok, hogy igen, én benne vagyok a műben, vagy nem, nem vagyok benne ebben a műben. Itt, hogyha arra kattint, hogy ez nem az övé, akkor ezt mi megjegyezzük, és többet nem mutatjuk neki. Ugye ez van egy ilyen ellenőrző kérdés. És akkor nézzük a másik ágat, hogyha azt mondja, hogy ó, igen, ez az én dalom, ebben én is szerző vagyok, kérem ezt a saját műveim közé tenni, akkor ez igenre kattint. És hát itt két lehetőség van, ugye az egyik az az, hogy ő ezt még nem jelentette be korábban, a másik pedig, hogy már bejelentette. Ugye az egyik esetben ú, bocs, elfelejtettem regisztrálni, a másiknál valami más baj van. E, itt ugye a bal oldalon ez az igen, a jobb oldalon a nem, ugye a nemnél majd a műbejelentés indítás lesz, de nézzük azt, hogy mi van akkor, hogyha azt látja, hogy ő ezt a dalt már egyszer regisztrálta, valami más itt félre mehetett. Ilyenkor ő ki tudja választani a saját dalai közül azt, hogy melyik az, amelyiket ő, amelyikkel ő ezt összeszeretné kapcsolni. Itt szépen megjelenik a bal oldalon fölül az a elhangzás, ami a felhasználótól érkezett, bal oldalon alul az, amit a szerző kiválasztott, hogy ez a kettő megegyezik egymással. Itt még kérünk egy információt tőle, hogy szerintem mi mehetett itt félre, és ezután ugye egy ilyen nagyon szigorú nyilatkozat, de ez tényleg fontos, hogy ez egy szigorú nyilatkozat itt, hogy ez kijelenti, hogy ez a két dal megegyezik egymással, ez alapján történik egy nyilatkozat elfogadás. Ezen a ponton azt talán érdemes megjegyeznem, hogy nálunk ebbe az online rendszerbe egyszer személyesen be kell regisztrálni, tehát aki még esetleg nem használja ezt, annak javaslom, hogy egyszer jöjjön be hozzánk az Artisiushoz, és akkor egy ilyen, ugyanúgy, mint egy ilyen internetbanknál van egy személyes azonosítás, és utána, utána már lehet ilyeneket is intézni online. Ez pont emiatt kell, hogy mi pontosan tudjuk azt, hogy XY tette ezt a nyilatkozatot. Ugye a másik irány az az, amikor ő azt a művet már korábban még nem jelentette be, akkor most elindíthat egy műbejelentést. Ez már egy régi 2012 óta meglévő funkcionálunk, ez az online műbejelentés, ezzel szépen tud ő haladni. Ez így, így néz ki egyébként. Jó, így záródiaként egy pár statisztika erről, ezt később indítottuk el, mint a másikat az év vége felé novemberben. 645 millió forint van azokon a dalokon összesen, ami innen így kiszabadítható, tehát mi nagyon szeretnénk ezt tényleg a szerzőknek kifizetni, és ez 65 ezer darab ilyen azonosítatlan elhangzás. Viszont ez egy nagyon pozitív dolog, hogy az első három hónapban, tulajdonképpen anélkül, hogy ezt nagyon túl kommunikáltuk volna, hiszen azért akartunk itt óvatosak lenni, hogy ne rögtön egyszerre kell mind a 65 ezerrel foglalkozni, 2500-at már így kiszabadítottak a szerzők három hónap alatt, úgyhogy mi ebben nagyon optimisták vagyunk, hogy ez még sokkal följebb kúszhat, és tényleg ennek a 645 millió forintnak egy nagyon jelentős részét valahogy mégis ahhoz tudjuk eljuttatni, aki azt a dalt megírta. Tadám! Átadom akkor itt a Gergőnek a szót. Köszönöm! Köszönöm szépen, jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Akik hallottak, láttak már engem előadni, azok tudják, hogy megszoktam mindig nézni, hogy azon a napon, amikor éppen az előadás történik, mi történt a zeneiparban, hát a valami tapasztalatot le lehet belőle vonni. Éppen 51 éve, hogy a Pink Floyd az első szingőjét készre a stúdióban. Kicsit később jelent meg, valamikor március elején jelent meg az Arnold Lane az első szingőjük, de a stúdióban már eljöttek a fiúk 51 évvel ezelőtt. Úgyhogy szerintem ez egy jó alkalom arra, hogy beszélgessünk ilyen zeneipari kérdésekről. Azt is tudom egyébként, hogy 10 év múlva, tehát mához számított 10 év múlva, mit fogok mondani, mit történt ezelőtt. Azt fogom mondani, hogy ez volt az a nap 10 évvel ezelőtt, amikor a Gibson bejelentette, hogy csődközeli állapotba került. Reméljük, hogy később majd ki fog derülni, hogy ez csak egy átmeneti módon nehézség volt a világ egyik legjobb gitárgyártó cégénél. Azóta felkérés az irányomban, hogy próbálják nagyon praktikus információkat elmondani az előadó művész irodáról, az EIR-ről, úgyhogy én valóban próbálok ilyen, ilyen hirtelen mélyfúrásokat elvégezni és megmondani, hogy hol lehet pénzt találni a rendszerben. Ehhez először néhány információ magáról a szervezetről. Mi 650 ezer előadó művész képviselünk, persze ők nem csak magyarok, hanem magyarok és külföldiek. Sok típusú kapcsolatban állunk ezekkel a művészekkel. Van körülbelül 1600 tagunk, egyesületi tagunk, akik tehát beléptek az egyesületbe és részt vesznek a mi mindennapi működésünkben. Van több mint tízezer olyan megbízónk, aki ugyan egyesületi taggá nem vált, de mégis azt kérte az ei közvetlen módon, hogy szedje be számukra a jogdíjakat és fizesse ki, ossza föl ezeket a jogdíjakat. És hát a harmadik kör, amit már említettem, hogy van kb. 650 ezer olyan előadó művész, akiket jellemzően külföldi közösségek kezelő szervezeteken keresztül látunk el. A velünk kapcsolatban lévő művészek tehát két nagy csoportba oszthatóak, vannak nekünk tagjaink és vannak megbízóink. A két nagy csoport között annyi a különbség, hogy milyen módon tudják irányítani a mi működésünket. A tagok azok, akik a az operatív munkának minden egyes részletébe bele tudnak avatkozni, tehát meg tudják mondani, hogy milyen felosztási szabályok legyenek, megválasztják a tisztségviselőket, a munkaszervezetnek utasításokat tudnak megfogalmazni. A megbízók, akikből, mint ahogy mondtam, több mint tízezer van most már, 10.300 volt azt hiszem a tegnapi varázsszámunk, ők a jogdíjfelosztás felosztás szempontjából pont úgy működnek, mint a tagok, tehát nincsen semmi fajta hátányuk ebből, ugyanakkor az Egyesület napi munkájából nem fogják tudni kivenni a munkájukat. Minden tagot, akivel mi kapcsolatban vagyunk, vagy minden megbízót, akivel mi kapcsolatban vagyunk, arra kérünk, hogy adja meg nekünk a közleműködésével készített hangfelvételeknek a részletes listáját. Itt, amit most feltettem erre a diára, ez az online formunk, ami arra szolgál, hogy ezeket az adatokat begyűjtsük. Viszonylag népszerű ez a szolgáltatás. Éppen ma jár le a 2017-es évre vonatkozó elhangzásoknak a regisztrációs határideje, úgyhogy szeretném mondani, hogy akinek van még olyan tavaly megjelent új hangfelvétel, amit még nem jelezett felénk, az ma még legyen kedves ezt tegye meg. Meglehetősen nagy a pörgés most éppen az irodánkban. Az elmúlt egy hétben több mint 700 előadó művész adott le hozzánk új megjelenéseket, ami viszonylag masszív szám, és több mint 200-an voltak olyanok, akik ezeken a felületeken keresztül a személyes adataikat módosították, mert változott a bankszámlaszámok, vagy változott a lakcímük mindig valamilyen adatmódosítása szükség volt. Tehát az egy honlapján ezek megtalálhatóak, ráadásul két nyelvűen, tehát hogyha valakinek kényelmesebb valami más nyelvet, akkor az angol tudja választani, és végig tud menni a folyamaton, és a végén meg fogja kapni az aláírható kitölthető őrlapokat. Tehát a praktikus információi ma van a határideje a 2017-es elhangzásokra vonatkozó lejelentésnek, jelentésnek, akinek van még restanciája, kérjük szépen, hogy tegye meg, különben bele fog kerülni az arra a hangfelvételeső pénz abba a bizonyos azonosítatlan körben, amiről a Péter az előbb beszélt a mi esetünkben. Nézzük a Jogdíj fizetési információkat, az EI kb. 2,5 milliárd forintot fizet ki évente az előadó művészetnek, ennyi pénzt oszt fel az előadó művészetnek. Számtalan különböző forrásból jön ez össze ez a jogdíj. Gyorsan érdemes talán végigmenni, hogy mik ezek a területek, de mielőtt ezt megteszem, egy szót érdemes arról beszélni, hogy ez a 2,5 milliárd forint, ez most sok vagy kevés és hát attól függ, hogyha az én számlámra érkezne ennyi összeg, akkor viszonylag boldog lennék, tehát ebből a szempontból nagyon is sok. Ugyanakkor, hogyha összevetjük mondjuk, hogy a szerzői közös jogkezelő mennyi jogdíjat oszt föl, akkor látszódik, hogy ez egy viszonylag szerény szám. Péter kellő szerénysége most nem hangsúlyozta, hogy az ő jogdíj felosztásuk ennél sokszor nagyobb, körülbelül két és félszer-háromszor nagyobb összeget tudnak egy évben kifizetni, ö, és hogy miért van ilyen jelentős különbség az Artisus által felosztott jogdíjak, illetve az AI által felosztott jogdíjak között, annak sok oka van, én most csak két ö, nagyon nyilvánvaló ö, számot szeretnék ö, megemlíteni, ö, hogy milyen nagy különbség van a szerző és az előadói díjazás között? Hogyha rádiós elhangzásoknál nézzük, hogy mennyi pénz jut egy szerzőnek, illetve egy előadó művésznek, akkor azt tudjuk mondani, hogy a szerzők díjazása kétszer a magas, mint az előadó művészek díjazása. Hagyományosan így alakult ki a rendszer szerte a világon, hogy a szerzők jellemzően kétszer a magas díjazásban részesülnek, mint az előadók. Ez az összszám, és hogyha figyelembe vesszük, hogy egy-egy hangfelvétel elkészítésénél hány szerző, illetve hány előadó művész dolgozott, akkor az arány még rosszabbá válik, ez a jellemzően két-három szerzőre esik, 5-6, esetenként még nagyobb előadói csapat, tehát az arány itt még rosszabbá válik. Ha egy másik jogterületet nézünk, mondjuk a nyilvános előadások területén, tehát hogy egy vendéglátó helyen megszólal a zene, azután kell fizetni szerzőnek is, előadónak is, kiadónak is, ott az arány még szélsőségesebben szétmegy egymástól. 1,6 a 10-hez az az arány, ahogy az előadók és a szerzők részesülnek a jogdíjban, tehát 10 egységre, 10 egységnyi szerzői jogdíjra 1,6 egységnyi előadó művészi díj esik, és itt is el tudjuk mondani, hogy a szerzők száma jellemzően lényegesen alacsonyabb egyébként, mint az előadó művészeknek a száma. Tehát körülbelül ezek azok a paraméterek, ami alapján el lehet dönteni, hogy ez a két és fél milliárd forint, ez most sok vagy kevés. Bizonyos szempontból borzasztó sok, és nagyon örülünk neki, hogy ilyen szépen feldúzzadt ez a jogdíj. Az elmúlt tíz évben körülbelül kétszeresére növekedett ez a felosztató jogdíj összeg. Mire büszkék vagyunk, és ez egy jó dolog, de hát van még hova bővülni természetesen. Na nézzük akkor területről területre, hogy hogyan néznek ki ezek az arányok. A legfontosabb, az zenei területen a legfontosabb tevékenységünk az a rádiós tévés elhangzásoknak a jogdíja. Azt lehet elmondani, hogy évente körülbelül másfél milliárd forintnyi jogdíjat osztunk föl rádiós és tévés elhangzások adatai alapján. Ezek persze nem csak olyan jogdíjak, amiket a rádiók és a televíziók megfizettek, hanem ezek alapján az elhangzás, ezek alapján a játszási listák alapján egyéb jogdíjak felosztását is elvégezzük. Feldolgozunk egy évben kb. 10 millió elhangzást. Ez azt jelenti, hogy Magyarország minden értelmezhető mennyiségű jogdíjat befizető rádiójának a teljes elhangzását feldolgozzuk, és abból kifizethető jogdíjat konvertálunk, és ebből a jogdíjból 53 ezer előadó művész kap egyébként jogdíjat. Megint lehet számolni, hogy a ez a másfél milliárd forint osztó 53 ezer előadó akkor átlagosan milyen jogdíjat fog eredményezni. Az átlag mellett talán érdekes adat lehet, hogy egy nagyon sikeres előadó művész mekkora jogdíjat tud ebből kihasítani. A 2016-os évre vonatkozó tavaly évben elvégzett jogdíjfelosztásunk adatai azt mutatják, hogy a legmagasabb jogdíj az kb. 5 millió forint volt, amit egy művész számára ki tudtunk fizetni. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok elhangzása volt adott évben, jellemzően olyan rádiókban, amik, vagy olyan rádióban és televízióban, ami sok jogdíjat fizetett. Úgy lehet ebből értelmes mennyiségű pénzt termelni, hogyha sok elhangzáshoz jutunk e, fajsúlyos jogdíjfizetőknél. Ez talán a legnagyobb jogdíjfelosztó tevékenységünk, már ami a felosztott jogdíjat illeti. A feldolgozott elhangzások száma tekintetében azonban nem ez a legmasszívabb tevékenységünk, hanem az úgynevezett háttérzenei jogdíj, a háttérzene jogdíj az a jogdíjcsoport, amit vendéglátóhelyek, szállodák, klubok fizetnek meg, olyan klubok, vendéglátóhelyek, éttermek, amelyek professzionális háttérzene szolgáltatók segítségével állítják össze az, az elhangzott zenéknek a listáját. Tehát nem azt csinálják, hogy bekapcsolják a rádiót és szól, ami szól, hanem adott helységhez igazított adott profilhoz igazított játszási listákat állítatnak össze erre szakosodott vállalkozásokkal, amik nem csak azzal foglalkoznak, hogy ezeket a játszási listákat összeállítsák, hanem riportolnak is, hogy mi hangzott el adott helységben, adott nyilvános helyen. Az EI most abban a helyzetben van, hogy tudja, hogy az ország összes, nem tudom, Tesco áruházában február 27-én milyen hangfelvétel szólalt meg, erre tehát lehet jogdíj kifizetést is építeni. Amikor azt mondtam, hogy adatok szempontjából ez a legnagyobb tevékenységünk, akkor arra gondoltam, hogy egy évben összesen kb. 100 millió elhangzást kell feldolgozni ennek a jogdíjnak a felosztása során, hiszen minden egyes Tesco áruházat, minden egyes IKEA áruházat, minden egyes vendéglátóhelyet külön-külön riportolunk, mint hogy önálló rádiók lennének ezek a helységek ugyanolyan játási lista feldolgozáson megyünk keresztül. Ugyanakkor azt is tudni érdemes, hogy ezek a felhasználók viszonylag csak mennyiségű jogdíjat fizetnek. Erre utaltam, hogy 1,6 a 10-hez arányban aránylik a szerző és előadó művészi jogdíj. Tehát a háttérzenei területen összesen 33 millió forint felosztató jogdíj van, és erre esik ez a kb. 100 millió elhangzás. A legmagasabb jogdíj ezen a területen kb. 1 millió forint volt a tavalyi évben. A következő tevékenység az elsős... Bo bocsánat, nem tudom, Gyuri, hogy hogyan kell... Hogy most csináljuk, hogy a végén csináljuk. Most. Na, király, ez működik. Szóval én például még nem hallottam ilyen cégekről. Mármint, hogy nem hallottam a nevét egy ilyen cégnek se, aki például a Mekinek a lejátszási listáját összeállítja, hogy ezeknek lehet tudni a nevét, hogy... Abszolút lehet tudni. Mert csak azért kérdezem, mert mondjuk így zeneszerzőként, vagy zenészként érdekes lehet számunkra, hogy hogy mondjuk, hogy tudjuk eljuttatni a dalainkat egy ilyen céghez. Abszolút lehet tudni, ez egy nyilvános lista, hogy kikkel vagyunk olyan megállapodásban, hogy a játszási adatokat eljutassák hozzánk, vagyis jogdíjfelosztásra alkalmas adatokhoz jussunk. Az fontos, vagy érdemes tudni, hogy az ilyen típusú úgynevezett gépzenei felhasználás esetén a felhasználónak, vagyis a nyilvános helynek, a klubnak, az étteremnek nincs olyan kötelezettsége, hogy a lejátszott hangfelvételek, műveknek a listáját átadja a közös jogkezelőnek. De az artisius közösen, az Artisus vezetésével közösen alakult ki az a háttérzenei szolgáltatói csapat, akik képesek monitorozott, ellenőrzött körülmények között ezeket a játszási listákat átadni. Az artisusnak a honlapján az összes, hát most fejből mondom Péter segíts a tévedek, 6-7 vállalkozás neve megtalálható és ellenőrizhető. Ha neki szaladunk lehet, hogy össze is tudjuk szedni mind a 7 céget. Próbáljuk meg, van egy 3GM nevű vállalkozás, aki ezzel foglalkozik, van egy Mood Media nevű vállalkozás, aki ezzel foglalkozik, van egy Music Engine nevű vállalkozás, ami ezzel foglalkozik, van egy Kittó nevű vállalkozás, ami ezzel foglalkozik, és most kifogytam a rendületből, és a maradék három lehet, hogy nem fog eszembe jutni, de az Artisus honlapján meg lehet nézni, Péter mondja. All in music, music. music, igen? Fit Rádió, valóban. Mood Kittó meg Music Engine megvolt, Music Reklám Stúdió. Oké, okay. tehát ez, ez, a... Most már tudom, meg, meg... Ez hét vállalkozás. Ez a hét vállalkozás tudta igazolni a közös sokkezelő szervezetek felé, hogy azok a játszási listák, azok a játszási adatok, amiket ő átad, azok hitelesek és valóban fedik a ténylegesen elhangzott elhangzásoknak a listáját ez a hét cég van. Felük érdemes esetleg fölvenni a kapcsolatot. Nem tudom, milyen módon gyűjtik össze azt a repertoárt, azt a zenei katalógust, amit később eljutatnak a mcdonalds vagy az ikea -ba. Szóval a következő terület, amiről érdemes egy picit beszélni, még akkor is, hogyha elsősorban nem a zenészeket érinti, hanem a színészeket, de zenészeket is érint, az az ismétlési jogdíj nevű egyébként hungarikum, ez Magyarországon létezik, és egyébként talán még Brazíliában és Spanyolországban van ehhez hasonló intézmény. Ez arról szól, hogyha egy televízió jellemzően a közmédia rögzít saját sugárzás céljából előadásokat, akkor annak az ismételt csugárzása után kell jogdíjat fizetni. Nyilván ebben elsősorban színészi tevékenységek érintettek, de mivel vannak benne koncertközvetítések is, vagy koncertrögzítések is, ezért persze a zenészek is érintettek lehetnek ebben a területben. Az EI 2017-ben 330 millió forintot osztott föl, kb. 9000 előadó művész között, mondom még egyszer, zömében persze nem zenészeknek, hanem színészeknek. De ha valakinek volt rögzített koncertje, érintett lehet benne. Körülbelül 4600 feldolgozott elhangzásunk volt, a legmagasabb kifizetett jogdíj 1,6 millió forint volt. Van a hangfelvételek kiegészítő díjazása, ami egy viszonylag új jogintézmény. 2012-ben döntött úgy az európai jogalkotó, hogy a hangfelvételeknek a védelmi idejét 50 évről 70 évre bővítsék méghozzá úgy, hogy ebben a plusz 20 évben arra kötelezték a hangfelvétel előállítókat, népszerű nevükön a kiadókat, hogy bármilyen bevételük származott is a hangfelvétel felhasználásából, mert adatták CD-n, mert streaming szolgáltatóhoz helyezték el, vagy mert a YouTube-on elérhetővé tették a hangfelvételt. No, tehát bármilyen bevételük volt, annak a 20%-át adják oda azoknak az előadó művészeknek, akik annak idején a felvétel készítésekor egyszeri díjazásba részesültek. Ez jellemzően az session zenészeket, a stúdió zenészeket érintette már akkor is, aki bementek a stúdióba, feljátszották a hangfelvételt, majd a kiállatkor a kezükbe megkapták a pénzüket, és abban állapodtak meg a kiadóval, hogy nem is ismerik egymást, soha többet nem kell beszélgetniük egymással. Ők tehát az 50. év eltelte után fognak ebből az úgynevezett kiegészítő díjazásba jutni, a hangfelvétel előállítónál keletkezett bevétel 20%-át fogják megkapni a közös jogkezelőn az EIN keresztül. Ez egy fantasztikusan sikeres jogintézmény. Magyarországon ezen a jogcímen 2017-ben 160 ezer forintnyi jogdíjat sikerült érvényesíteni. Ez mutatja ennek a jelentőségét. Összesen két olyan kiadója van az országnak, akinek van 50 évnél régebbi repertoárja. Az egyiket nem is kiadónak hívjuk, hanem közmédiának hívjuk. A Magyar Rádiónak persze vannak 50 évnél régebbi felvételei. Az égvilágon semmit nem csinálnak velük, semmilyen bevételt nem generálnak maguk sem. Ez tehát semmit nem eredményez, és van az akkori állami hangzemezkiadó kiadó monopólium, amit ma Fotexnek csoportnak ismerünk, na nekik vannak még olyan felvételeik, amiket forgalmaznak is, és amiből bevételt lehet elérni ki lehet számolni, hogy milyen összegű bevételhez jutnak hozzá, hogyha a 20%-a ennek az összegnek 160 ezer forint volt. Tehát nem a nagyon jelentős ez a tétel. Attól félek, hogy az Európai Unió nem jó megoldást talált ki ennek a problémának a kezelésére. Minden esetre ezen a jogcímen mi 19 millió forint jogdíjat osztottunk föl, azért 19 millió forintot és nem 160 ezer forintot, mert az üres hordozó díjak egy részét ezen keresztül fizetjük ki. 1200 érintett hangfelvétel volt, 450 érintett művész, ezeknek a 99%-a egyébként magyar, mert úgy működött a magyar lemezipar 50 évvel ezelőtt, tehát a 60-es évek közepén, hogy szinte kizárólag magyar művészekkel dolgoztak. Hát még szovjet elvtársak is jöttek volna egyébként a magyar magyar hanglemezjártó vállalathoz, de nem jöttek, mert az ő felvételeiket a szovjet lemezkiadó adta ki. Örök sláger téma, internetes jogdíjak. Most ebben részletesen nem fogok belemenni. Két ábrát hoztam csak magammal, amivel azt próbálom demonstrálni, hogy valami gond van, ezzel az üzlettel, még akkor is, hogyha a kiadók bevételeinek túlnyomó többségét ma már egyébként az internetes felhasználásokból tudják generálni. Az állításom az, hogy ebből borzasztó kevés jut el az előadóművészek. Ez a két ábra, amit hoztam magammal, az a francia közös okkezelő, előadóművészi közös sokkezelő által összeállított ábra, úgy hívják őket, hogy Adami. Az első ábra azt mutatja meg, hogy mit kell annak érdekében tenni egy előadóművésznek, hogy 100 eurónyi bevételre tegyen szert. És itt a baloldali ábrában az látszódik, talán hátul is, hogy ehhez Franciaországban 14 rádiós elhangzást kell összehozni, 100 darab CD-t kell eladni, azt nem tudom, tudjátok, hogy a CD az a ilyen fényes műanyag korong. Időnként még a Tesco-ban, na jó, oké, tehát 100 darab CD-t kell eladni, kell 250 ezer prémium streaming elhangzást teljesíteni, vagyis 250 ezer olyan elhangzást, ami mögött prémium előfizetés van, és kell hát egymillió egy, millió, darab olyan elhangzást prezentálni egy művésznek 100 eurónyi jogdíjhoz, ami mögött ilyen reklámszponzorált modell áll, vagyis ami után nem volt tényleg egy sok díjfizetés. Ez, ez az ábra azt mutatja, hogy valami a feje tetejére állt a zeneiparban ezelőtt jó pár évvel, amikor a streaming szolgáltatók átvették az uralmat. Ami ennél is látványosabban mutatja meg, hogy baj van a, ebben az üzleti modellben, hogyha megnézzük, hogy egy prémium előfizető, aki átlagosan 10 eurót fizet egy hónapnyi zenehallgatásért, na ez a 10 euró, ez hogyan osztik meg az egyes érintett szereplők között? Ez látszódik a jobb oldali ábrában. Ebből az látszódik, hogy 2 euró elmegy az államhoz ebből a 10 euróból, áfa, béfa, cfa, valamilyen közteher formájában ezt az állam elviszi magának. a szerzők, kapnak összesen körülbelül 1 eurót, akkor ezt most fogalmazzuk meg még egyszer, tehát egy hónapban meghallgatott összes dal, összes szerzője kap összesen 1 eurót. 314 forint volt ma reggel. Az nem hangzik túl erős állításnak. Az összes előadó művész pedig, tehát az össze, egy hónapban meghallgatott összes dal, összes előadó művésze pedig összesen körülbelül fél eurónyi jogdíjat fog tudni ebből generálni. Az 160 forint ezzel valami gond van, miközben ott középen van egy kétharmadnyi, hát ilyen csúnya barna színnel ábrázolt sáv, az az a pénz, amit ebből a 10 euróból elvisz magával a streaming szolgáltató és a kiadó, és ez a kétharmadnyi rész, ez úgy osztik meg átlagosan, hogy ennek kétharmada a kiadóhoz vándorol, egyharmada pedig marad a streaming szolgáltatónál. Ez egy olyan üzleti modell, aminek van legalább négy szereplője, szerző, előadó, kiadó és streaming szolgáltató. Talán nem lenne túlzott elvárás, hogy a bevételek is körülbelül ilyen egy negyed, egy arányban osztódjanak meg, de hát valami egészen más mutat most a képlet. Magyarországon a közös sokkezelő egészen eddig nem tudott érvényesíteni jogdíjat ebből a jogdíjnemből. Szerintem ez változni fog a jövőben. Az AI persze nem önállóan áll a világban, hanem nemzetközi beágyazottság mellett működik, tagja minden olyan nemzetközi szervezetnek, ami előadó művészi jogokkal foglalkozik, ezek között vannak olyan nemzetközi szervezetek, mint a FIM és a FIA, ami a két nagy előadóművészi ágra koncentrálva szervezi az előadóművészek érdekképviseletét. A FIM foglalkozik az zenészekkel, a FIA foglalkozik a, a színművészekkel, de természetesen tagjai vagyunk minden olyan nemzetközi szervezetnek, ami a közös sokkezelése koncentrál. Itt az Ajapó Artis és a SCAPR neveket érdemes esetleg megegyezni, amik tehát kifejezetten a közös sokkezelői munkát hangolják össze és persze a mi feladatunk nem csak az, hogy Magyarországra begyűjtsük a jogdíjat, hanem az, hogy a külföldi elhangzások után is beszedjük ezeket a jogdíjakat, ami megbízóink számára. Néhány olyan társaságnak a neve látszódik itt ezen az ábrán, Amerikától, Európáig és Ázsiától, Dél-Amerikáig, ahonnan az EI beszedi ezeket a jogdíjakat. A nemzetközi elszámolás mindig lassú és mindig bonyolult, ezzel együtt még mindig hatékonyabb, mint minden egyes társasághoz külön elmenni és külön kitölteni az összes regisztrációs formot. Nagy baja a magyar zeneiparnak, hogy nem tudunk felmutatni olyan, a könnyű zene területén legalábbis egész biztos nem, olyan világsztárt, aki nagy elhangzást tudna produkálni külföldön. Ez azt jelenti, hogy Magyarország nettó zenei importőr, sokkal több jogdíjat fizetünk ki külföldre az import után, mint amennyi jogdíjat mi be tudunk szedni külföldről. Nagyon várjuk, hogy legyen végre egy olyan, a könnyű területén is legyen végre egy olyan világsztár, aki megfordíthatja ezt a trendet. És az EI persze több, mint közös sokkezelő szervezet, sok minden egyébben is foglalkozunk, ezeket most csak címszavakban említeném meg. Van nekünk egy szolgálatunk aminek az a feladata, hogyha valaki előadó művészi tevékenységével összefüggésben bajba kerülne, mondjuk egy kiadói szerződés értelmezésével kapcsolatban lennének kérdése, akkor ezzel fordulhat hozzánk, és mi igyekszünk gyorsan segíteni. Van egy társadalombiztosítási biztosítási tanácsadás, az elsősorban nem a teremben most itt ülők számára érdekes, hanem akik éppen nyugdíjba készülnek, és ebben van szükségük támogatásra. Van egy nagyon kiterjedt szociális támogatási rendszerünk azoknak az előadóknak, akik átmenetileg vagy tartósan betegség vagy mások miatt nem tudják előadó művészi pályájukat éppen folytatni. És az elmúlt hónapokban nem lehet úgy előadó művészi kérdésekről beszélni, és most sem teszem meg, hogy ne kerüljön szóba a szexuális zaklatások kérdése, amire mi egy speciális programot indítottunk ha valaki ilyen bajba kerülne, hogy zaklatták volna arra bíztat, ami keresse minket, és igyekszünk megfelelő szakemberek felkutatásával segíteni számukra. Azt hiszem minden időbeli limitet túlléptem, úgyhogy én most megköszönöm a figyelmet, és akkor azt hiszem, gyuri, még van kérdés. Tőlem bármennyi. Lehet, hogy egyébként egy hülye kérdés, de... Ugye mondjuk zenészeknek, én nemrég próbáltam ki ezt a felületet, beregisztrálni dalokat, és most, ahogy említetted például az ilyen koncertfelvételeket, gondolom mondjuk, hogyha a Petőfi rádióba mondjuk én eljátszok egy dalt, akkor gondolom az is generálhat előadói jogdíjat. Vagy ez rosszul? rosszul... Ö, igen és nem. Ö, van egy nagyon fontos különbség a szerzők, rádiós elhangzása utáni díjazása és az előadó művészek rádiós elhangzása utáni díjazása között. Ö... Ja, bocsánat, ez hülyeséget mondtam, nem Petőfi rádió, nem Petőfi tévére gondoltam. Ö, nincsen, ja, nincs. ebből a szempontból a rádió és a tévé egy, egy kategóriát képvisel. A jelentős különbség pedig aként fogalmazható meg, hogy szemben a szerzőkkel az előadó művészek nem bármiféle elhangzás után realizálhatnak jogdíjat, kizárólag a kereskedelmi forgalomba került hangfelvételek, rádiós, illetve tévés áramzása után realizálhatnak jogdíjat, ami egy nettó ö, butaság, csúnyább szót is mondhattam volna, de a Kossuth téren úgy döntöttek 1994-ben, amikor átültettük a vonatkozó nemzetközi egyezményt, amit római egyezménynek hívunk, hogy a lehető legszűkebb módon részesítik az előadó művészeket díjazásban, a kereskedelmi forgalom fogalma teljesen értelmezhetetlenné vált mondjuk 2003 óta az a fajta különbségtétel, hogy csak kereskedelmi forgalomban hozott hangfelvétel után lehet ilyen jogdíjat érvényesíteni az előadó művészetnek, ez szerintem teljesen idejét múlt, feltétlenül szükség lenne ennek a szabálynak a módosítására. Mi szorgalmasan minden évben javasoljuk a területért felelős állami szerveknek, hogy ezen változtassanak, ők szorgalmasan minden évben megköszönik az észrevételünket, majd nem csinálnak semmit. Ezt a játékot fogjuk a jövőben is folytatni, mert fenntarthatatlan. Ilyen módon a rendszer, ez butaság. Lesz még lehetőség kérdésekre, de most beszélgetünk még egy fél órát körülbelül a felmerülő kérdésekről. Bár igazság szerint a két előadás nagyon nagyon kimerítő volt, és sok mindenről szó tejtett. Én azzal kezdeném, ugye azt beszéltük, amikor beszéltünk arról, hogy jöttök, hogy nem beszélünk kifejezetten a történetéről a szerzőjognak, meg hogy nem beszélünk annyira arról, hogy hogyan épülnek föl ezek a szervezetek, mert úgy gondoltam, hogy ez, a, illetve, hogy ez ne legyen a prezentációban, mert úgy gondoltam az utóbbiról különösen, hogy sokkal egyszerűbb beszélgetni róla, mint bemutatni. Ugye mi voltunk, mind a ketten tartottatok nálunk előadást már az Artisius-ba túrázni is megyünk látogatásra, hogy megnézzük, hogy hogy működik a különböző emeleteken a munka, ami, ami mindig nagyon tanulságos. Igazából Csináltunk mi egy workshopot Kolozsváron pár éve, és ott, mikor megkérdeztük, hogy, a romániai jogkezelőkről ki mit tud, akkor szinte senki nem tudott, egy-két ember mondta meg a nevét a, az ottani szervezetnek, majd nem tudom, 25-30 emberből két ember tette fel a kezét, hogy valaha már kapott jogdíjat valami helyi tévének az egyik embere a képviselője, mint kiderült ennek az egész dolognak. És hogyha mi ugye mi csináljuk a zeneipari képzést itt Budapesten, ha mi megkérdezzük általában, hogy ki kapott már jogdíjat, jogosított számot, előadói jogdíjakat hozott-e, akkor ez ilyen a szerzők között ilyen nagyon jó arány, tehát így, így az emberek fele minimum felteszi a, a kezét. Tehát úgy vélem, hogy most már nem állunk olyan rosszul, amikor elkezdtük tíz éve a képzést, akkor nagyon rossz volt az arány, vagy elég rossz volt az arány, mondhatjuk de az, hogy ismerik-e a szerzők a munkát, hogy tudják-e, hogy mit hogy kell csinálni, az nyilván a többi szerzőnek is a felelőssége, hiszen ti nem állami szervezetek vagytok, hanem egyesületek, előadók és szerzők ülnek, hogyha ők jól döntenek, akkor jó döntések születnek, ha közgyűléseken rosszul döntek, akkor esetleg rossz döntések születnek. Ezért talán van értelme bemutatni, hogy így röviden, hogy hogy működik egy ilyen szervezet a háttér, nem is annyira a háttérben, hiszen nyilvánosak a közgyűlések. Igen, hát az Artisius 111 éves idén, 1907-ben alakult a jogelődünk a Mars Szövetkezet. Egy kis színes annak, aki itt az ilyenek érdekelnek, hogy a Zeneakadémia is 1907-ben épült föl, és az alakuló ülésünk az ott volt, az a frissen épült Zeneakadémiának a nagytermében, például az ifjú Bartók Bélával, meg nyilván Huszka Jenővel, meg a kornak a neves szerzőivel együtt. Ugye nyilván most nagyon-nagyon rövid -nagyon történet, mert ugye Magyarországon ugye úgy néz ki, hogy a második világháború után államosították, aztán pedig a rendszerváltás után megint magánszervezet lett. Itt a dátumok azok 52 és 1996. Tehát 96 óta megint egyesületi formában működik az Artisius. Ez megint olyan, hogy talán inkább kis színesít most, hogy amikor hivatal volt, akkor is egyébként volt egy ilyen szerzői szervezet mögötte. Tehát, hogy tulajdonképpen viszonylag zökkenőmentesen történt ez az átalakulás, ami a mi elődeinknek egy nagyon nagy dicséret. Nyilván, amikor a székház az most állami tulajdon lesz, vagy a szerzők tulajdon, akkor ott volt egy-két izgalmas hét, amit ők átéltek, de végül sikerült ugye a székházat is az Egyesület tulajdonába juttatni. Ugye egy ilyen jogkezelő az két nagy szervezetből áll tulajdonképpen van az egyesületi szervezet, tehát a szerzők maguk, ahogy azt a Gergő is mondta, lehetnek megbízók, lehetnek aztán egyesületi tagok is. Az egyesületi tagok azok nálunk 2000 vannak, a megbízók pedig valahol 16 ezeren körülbelül. Alapvetően ez abban, hogy ki hogyan kap jogdíjat, semmiféle különbséget nem jelent. Az egyesületi tagság az ugye nyilván ilyen egyesületi jogokat jelent, mint például, hogy négy évente választhatnak maguk közül Ami esetünkben egy 33 fős küldött gyűlést. Ez a 33 fős küldött az, amelyik minden évben kétszer ülésezik, és a legfontosabb szabályokat megállapítja. Szóval ez egy kicsit ilyen, ez egy olyan választott képviseleti rendszer, mint amilyen mondjuk egy országban a, a parlament tud lenni. Tehát, hogy nem mindenről van közvéleménykutatás, vagy nem mindenben van nemzeti konzultáció, csak a legfontosabb kérdésekben. És az igazán ilyen, ilyen ügydöntő kérdésekben pedig a küldött döntenek, van egy tízfős választott vezetősége, ők havonta üléseznek körülbelül, és mindenféle ilyen aktuális dolgot beszélnek át. És ugye ők azok, akik aztán megbízzák a, munkaszervezetet, egészen pontosan úgy, hogy a mi munkaszervezetünk főigazgatóját azt ők bízzák meg, és innentől kezdve pedig van nálunk egy ilyen 160 fő körüli munkaszervezet, aki azzal dolgozik, hogy beszedje a jogdíjakat, meg felossza, meg ezt támogassa, és ugye mi nem szerzők vagyunk, vagy ha éppen szerzők vagyunk, akkor az csak véletlen. Mi nekünk az a dolgunk, hogy azon az adott területen, ahol dolgozunk, ott a lehető legjobb szakemberek legyünk, és, és, olyanokat vegyünk fel, akik a legjobban tudnak jogdíjat beszedni, adatokkal dolgozni, IT-t üzemeltetni, jogi ügyeket vinni, pénzügyes dolgokat vinni. Ugye itt a nagyjából, ha számokat nézzük, akkor mi egy olyan 40 ezer partnertől szedünk be jogdíjat, ugye ez nyilván elképzelhető, hogy akkor ez számlázásban, meg adóügyekben ez azért egy eléggé masszív dolgot jelent. De azért, amikor most kaptam egy olyan kérést, pont majdnem hírestől, hogy egy ilyen Egy napom a parban című dolgot mutassak be, akkor még egyelőre zavarban vagyok, hogy ezzel mi csináljak, mert, mert azért én azt tudom, hogy ez, ez a működés, amit mi csinálunk, ez kívülről nem feltétlenül látható, vagy nehéz ezt elképzelni, hogy mi a fenét tud 160 ember dolgozni ezzel. Hát valamit most már talán ebbe belelátatok, de azért én félek attól, hogy ha nekem egy nap van mondjuk 6-8 megbeszélésem különböző témákban, és mindegyik mögé el kell mondanom a sztorit, akkor az egy, az egy hosszú egynapos ilyen bejelentkezés lesz. Ha jól tudom, te véletlenül szerző is vagy, tehát kezdheted úgy, hogy egy dalt reggel. Én 98-ban kaptam utoljára a jogdíjat. Nálatok? A struktúra szinte szó szerint ugyanaz, mint az artisius ez nem véletlen, rész, a részint a hagyományok okán ezek a szervezetek meglehető, meglehetősen közeli módon alakulnak ki. Ha másért nem, akkor azért, mert hogy a szerzők és az előadók jól átfedésben dolgoznak egymással, tehát a könnyűzeni területen Szinte minden szerző, előadó és szinte minden előadó művész szerző, tehát meglepő lenne, ha teljesen más struktúrák alakulnának ki. De van egy másik ok is, van egy nagyon szigorú szabályozás, Európai Uniós és Magyar szabályozás, ami nem nagyon ad különutas megoldásokra lehetőséget. A közös sokkezelő szervezetek úgy épülnek föl, hogy négy évente megválasztják a küldőgyűléseket, a küldőgyűlések megválasztják a vezetőséget, a elnökséget, ahogy ezt mi hívjuk, és a legnagyobb változatosság tulajdonképpen talán abban van, hogy hány tagúak is ezek a testületek. De ez a nagyon izgalmasnak talán nem nevezhető kérdés. Inkább ami eszembe jutott Péter mesélése közben, hogy hogy a szerzőjog és a közös sokkezelés mennyire civil, mennyire jól mutatja a történeti fejlődés, hogy nagyon mélyen belegyökerezik a társadalomban, és két, most már két pontom is van, ahonnan ez látszódik. Az első, hogy mondja Péter, hogy az államosítás 1952-ben történt, noha addigra az állam a Magyarország területén már nem volt egyáltalán semmi nem magánkézben, és a visszaalakulás is jó pár évvel a rendszerváltás után 1996-ban történt. Ez azt jelenti, hogy rendszereken átnyúló módon, nagyon civil módon lehet intézni ezeket a kérdéseket. Van még egy ok, ami miatt erre a következtetése el lehet jutni. Ha megnézzük, hogy mikor születtek szerzőgi törvények az országban, akkor azt látjuk, hogy született egy 1921-ben, most a 19. századot hagyjuk is, 21-ben született egy, aztán 1969-ben született egy, 21-ben polgári Magyarország volt, 69-ig volt képes üzemelni az a törvény, majd 69-ben született egy törvény a szocializmus ö, időszakának kerős közepén, és 1999-ig volt képes üzemelni az a törvény. Az azt jelenti, hogy bőven rendszereken átnyúló módon lehet ezt intézni, és ennek nem lehet más mint hogy ez nagyon civil jogintézmény, ez nagyon a miénk, ez nem, az, nem, nem állami kegy, amiről itt nem beszélgetünk. Ez nyilvánvaló, és a mai korokban még inkább talán nyilvánvaló, mint a régebbiekben, hogy a kreativitást azt meg kell fizetni, támogatni kell, hogy az egy nagyon nagy értékteremtő dolog. Ez egy kicsit teoretikusabb kérdés lesz, azt, hogy hogy működik, ezt így gyorsan el lehet mondani. Ti mit láttok, mi, a jelene jövője, mi lehet a, a szerzői jogoknak, mert azért azt látjuk, hogy nem csak a streaming szolgáltatások, a letöltések és mindenféle más internetes dolgok, a double spend probléma, ami azt jelenti, az interneten a kreatív dolgok elvesztik az értéküket, nagyon nehezen eladhatók, hiszen ingyen osztható szinte minden. Ebben a világban mit láttok, vagy nyilván nektek nagyobb rálátásotok van a nemzetközi összképre is, meg magára a témára? Azt gondolom, hogy így maga a szerzői jog alap gondolata az, és már több száz éve az, hogy, hogy egyébként egy verset vagy egy dalt, azt nem lehet így bezárni, és az, az, elszabadul, és minél többen tudják énekelni, elmondani ezeket a dalokat, verseket, annál több lesz belőle. Pontosan ez az, ami miatt egyáltalán erre a szellemi tulajdonszerű szabályozásra itt szükség van, mert, mert olyan, mint a szabad levegő, hogy nincs, nincs piaci értéke, ha nincs mögötte jogi szabályozás. Tehát önmagában az, hogy nagyon könnyen el tudnak terjedni, hogy nem lehet bezárni a szerzeményeket, ez egyáltalán nem egy új jelenség, sőt, innen, innen jön a, a kiindulópont. A kulcskérdés az mindig az, hogy ez nem annyira jogi, mint inkább gazdasági kérdés, hogy azokból a hozzáadott értékekből, amit a zene tud teremteni nagyon sok helyen, abból sikerül e egy méltányos részt kivenni az alkotóknak. Tehát, hogy nem, ez nem, a, nem jogászkodás, amikor arról van szó, hogy egy vendéglátóhelynek, hogy egy ilyen teljesen hétköznapi dolgot mondjuk hogy egy vendéglátóhelynek jogdíjat kell fizetnie, akkor azt lehet nézni, jogászkodni, hogy mit, mit, mitől nyilvános, vagy, vagy ilyesmi, de nem ez az érdekes kérdés, hanem az, hogy van-e ott a zenének hozzáadott értéke, és ebből tudunk -e egy méltányos részt kivenni. Ha már a vendéglátóhelyeket itt szóba hoztam, akkor erre, erre nagyon érdekes felmérések vannak. Van egy olyan, amit mi magunk csináltunk, és az egy ilyen nagyon beszédes dolog, hogy kollégákat megkértük amikor járják az országot hogy a, a legolcsóbb presszókávé és a legolcsóbb sörnek az árát azt mindig írják föl. Ez most ilyen nagyon ilyen kézi módszernek tűnik de ez egyébként egy közgazdaságtanilag megalapozott módszer hogy a, ezeket az ilyen alapvető a Big Mac mutató a Big Mac mutató nyomán nálunk ugye a presszókávé meg a borsodi sör azt hiszem, ezeket kell nézni és és az jött ki, nagyon világosan látszódott, hogy 15%-kal magasabb az ára ezeknek a termékeknek ott, ahol zene szól. Tehát ez nyilván nem úgy van, hogy valaki szándékosan ezeket ráteszi, ezeket a pénzeket, hanem hogy ez így működik ez a hozzáadott érték, hogy az valahol a szolgáltatási színvonalat emeli. Tehát, hogy még egy, egy vendéglátásban is megtaláljuk azt, hogy hol van ennek értéke. Most az internetnél ott van egy ilyen nagyon sajátos helyzet, amit önképpen annak ellenére, hogy az internet ilyen új dolog, mégiscsak historikusan alakult így, ami miatt azt lehet mondani, hogy nagyon magas értéket termelnek az online szolgáltatások, és ebből nagyon-nagyon kevés jut vissza a zeneiparba. Milyen nagyon sokáig az volt a téma, hogy teljesen illegális csatornákon zajlik ez, tehát ahhoz képest óriási előrelépés volt már akár az, hogy, hogy a YouTube-on keresztül legalább van kivel beszélni. Aki, aki, akit legább lehet hibáztatni. És akkor a Spotify megjelenésével vagy az iTunes megjelenésével ott pedig ugye az, hogy már van olyan, hogy jogszerű szolgáltatásban férünk hozzá, tehát ezek óriási előrelépések, de mindegyiket nagyon nyomja ez a probléma, hogy a, az értékből kevés jut vissza az előadókhoz, szerzőkhöz, kiadókhoz. Most éppen egy Európai Uniós ilyen szerzőjogi reform törekvés zajlik, amiben az előadók is, meg a szerzők is, ugye a ottani lobby szervezeteik révén próbáljuk ezt a témát fölhozni. Éppen a tegnapi napon jelent meg egy nagy nemzetközi felmérés ebben a témában a szizaktól, de folyamatosan jelennek ezek meg. Hát ez egy nagyon kemény téma, nyilván nagyon komoly eh, ellenfelek vannak a másik oldalon, tehát megpróbáljuk elérni azt, hogy Facebook, Youtube, az összes ilyen nagy platform az valamit fizessen, és az a valami az legyen méltányos, hogy a Spotify és a Youtube, amelyik a fogyasztók felé versenyez egymással, az egyébként a a jövedelmekben is hasonló arányban tudjon a szerzőknek, előadóknak adni végén. Én szerintem nem szerzői kérdésről beszélgetünk, hanem egyszerűen gazdasági kérdésekről beszélgetünk. Semmi rendkívüli nem történt az internet megjelenésével, egyszerűen csak annyi, hogy megváltozott a kapuk őre. Még korábban a kapuk őre mondjuk a rádió zenei szerkesztő volt, és ő döntötte el, hogy ki jut nyilvánossághoz ma nem a rádió zenei szerkesztő dönti ezt a kérdést el, hanem a Facebook és a YouTube és a Deezer és a Spotify dönti ezt a kérdést el. A szerzőgi szabályozás 1996 -a óta tök világos, még akkor is, hogyha ezt a jelentő szereplők közül szinte mindegyik tagadja. De ez a tagadás ez nem tartható fönn sokáig. Nem tartható fönn sokáig, mert hogy egyszerűen nem viseli el a rendszer azt, hogy 10 euróból 1 euró jut a szerzőnek, és 46 cent jut az előadóknak. Ez így nem működőképes. Hogyha azt gondoljuk, hogy érték van új alkotások létrehozásában, hogyha azt gondoljuk, hogy érték van új felvételek elkészítésében, akkor egészen nyilvánvaló, hogy olyan rendszer kell üzemeltetni, ami biztosítja a megtérülés lehetőségét az érintett jogosultaknak. A mai rendszer ezt kizárólag egy szereplőnek biztosítja a kiadónak vagyis annak a szerzőgi jogosultnak, aki nem a kreatív munkájokán részesül védelemben, védelemben, hanem pusztán befektetés védelmi okok miatt. De ez a rendszer is fenntartatatlan, előbb-utóbb vagy ítéletek útján, vagy jogalkotás útján, vagy csak a rendszer önmozgása okán ki fog kényszerülni az a rendszer, ami a rádiózás területén is kikényszerítése került ezelőtt 80 évvel, hogy értelmezhető mennyiségű jogdíjat kell fizetni azoknak, akik nélkül ezek a szolgáltatások életképtelenek. Ugye teljesen világos mindenki számára, hogy a YouTube-on nem az otthon készített cicás videók a legnézettebb tartalmak általában, hanem a professzionális tartalmak a legnépszerűbbek. Vagyis, hogyha nincsen professzionális tartalom ezeken a szolgáltatásokon, akkor nincsen szolgáltatás sem. Nagyon érdekes a. Éppen most készül a ProArtnak az idei zeneipari jelentése, ami persze a tavalyi számokra épít, és ennek részeként készült, készítettünk egy felmérést arról, hogy a zenészek mit gondolnak, mi járul hozzá leginkább az ő szakmai sikerükhöz. És ez a felmérés azt mutatta, hogy persze fontos, hogy az ember a fesztiválokon zenéljen, de hát a legfontosabb, hogy a YouTube-on jelen legyenek ezek a tartalmak. Ez is azt támasztja alá, hogyha nincsen professzionális tartalom a YouTube-on, akkor nincs a YouTube. Ez a helyzet. És ez nem csak a zenével van így, hanem gyakorlatilag minden tartalommal, filmel, fotóval és az összes többi dologgal. Ugye az interneten a közvetítő csatornák, amik, amik igazából jól keresnek, nem pedig az alkotók vagy, vagy más rétegek. Um, ez nyilván egy nehéz harc lesz. E, azt mondtad is egyszer egy beszélgetés során, e, talán egy klubestünkön, hogy nagyon sokat beszélünk, hiszen ha a jövőről meg a jelenről beszélünk, akkor nagyon sok zene folyik az interneten, de hogy a bevételeknek viszonylag kicsi része az, amit ti kezeltek, és, és internetes, hiszen nagyon kevés folyik be belőle, nagyon kevés a bevétel. E, tehát nyilván ez egy összetettebb dolog, összetettebb bevételi dolog. Beszéltünk a rádióról, minden másról. E, nyilván több országban, más a szabályozás, erről is volt szó. Az amerikai mozis játszásokat is szoktátok említeni, ha, ha mondjuk a magyartól eltérő szabályozásokat mondunk. De ti hogy látjátok, hogy nyilván nehéz önfényezni, vagy nem tudom, elemezni önmagunkat, de hogy így az európai, vagy az összeurópai, vagy a világban a magyar szerzői jogi helyzet az milyen? Mert mondjuk én a régiót nézve, amikor így nézegetem, akkor elég jónak tűnik. Szerintem mi egy egészen kiváló munkát végzünk, és nincs sokunk itt szerénynek lenni. Na, a helyzet a következő. Az internetes területen van egy ö, sajátos helyzet Magyarországon az előadó művészek vonatkozásában, és most csak Magyarországról és csak előadó művészekről beszélgetek. Szemben Amerikával és Angliával mondjuk a magyar jogalkotó 99-ben ott szemközt látszódik az az épület, kicsit ha északra nézünk, úgy döntött, hogy ezeket a jogokat közösen kell kezelni Magyarországon. Angliában, meg Amerikában, meg úgy döntött az ottani jogalkotó, hogy ezt nem kell közösen kezelni, minden előadó vívja meg a saját csatáját a kiadójával, meg a Spotify-jal, meg a Deezerrel, meg a YouTube-ban. Ez kétségtelenül egy sajátos szabályozás, de nem egyedi, ehhez hasonló van mondjuk Spanyolországban, ehhez hasonló van Svédországban, ehhez hasonló van Csehországban, de tök mindegy mi a megoldás egyébként. Mert noha Amerikában és Angliában a jogalkotó azt mondta, hogy tessék egyedi csatákat vívni, az előadók nem voltak olyan hülyék, hogy ezt elfogadják, és összeálltak, és különböző jogi konstrukcióban, ha nem lenne olyan nagyon csúny, akkor azt mondanám, hogy kollektív szerződések útján elérték, hogy közösen nagyobb jogdíjat hasítsanak ki maguknak, mint amit a kiadók, illetve a szolgáltatók egyébként felkínáltak volna. Magyarországon ezt a, ezt a menetet nem kell megvívni, mert közös jogkezelésben van a terület, Ehelyett egy másik csatát kellett megvívni. Azt a csatát kellett megvívni, hogyha egy streaming szolgáltatónak azt mondjuk, hogy Magyarországon tetszik dolgozni, Magyarországon magyar törvények vannak, ami közös sok kezelést ír elő, ugyanolyat, mint a szerzők esetében, akkor ők sikítófrázs kapnak, és megtagadják azt is, hogy Magyarország létezik. Ennek a helyzetnek a kezelésére nem volt más megoldás, peres eljárást kellett indítani. Mi ezzel nem vártunk olyan borzasztó sokat. A egyik legjelentősebb streaming szolgáltató, aki nem volt sem jobb, sem rosszabb, mint az összes többi, egyszerűen csak hamar érkezett be az országba, őket úgy hívják, hogy Deezer. 2012. októberében jelent meg a magyar piacon, mi elmondtuk nekik, hogy szerintünk -e ez a mi engedélyünk szükséges, tessenek felül megállapodni, mire ők nem válaszoltak, lehet, hogy nem értették a francia nyelven nekik küldött levelet, noai francia vállalkozásról van szó, nem válaszoltak, decemberében elindítottuk az erre szolgáló, vagy ezt a helyzetet rendezni kívánó peres eljárásunkat, 2012. decemberéről beszélek. Ennek a pernek két héttel ezelőtt lett vége, vagy félig vége, két héttel ezelőtt. A Magyar Bíróság összesen négy tanácsa foglalkozott a kérdéssel, ez azt jelenti, hogy volt első fok, megnyertük, másodfok, visszadobta első fokra megint megnyertük az első fokot, és két héttel ezelőtt a másodfokot is megnyertük. Tehát jogerős a Magyar Bíróságnak az az álláspontja, hogy ilyen típusú szolgáltatást csak a közös sokkezelő engedélyével lehet indítani, amit a bíróság nem döntött még el, és ez előttünk van, és ez még azért ad feladatot számunkra, hogy akkor összesen hány forintot is kell fizetni a dízernek. Ez most már nettó matematika lesz, mert a díszabásaink világosak ebben a kérdésben. Tehát öt évünk betelt, hogy azt az állapotot elérjük, ahonnan a szerzők elindultak 5 évvel ezelőtt. Nyilván a dízel, mondom még egyszer, sem jobb, sem rosszabb nem volt ezen a területen, mint az összes többi. Ha úgy tetszik, ők voltak a tudatosan kiválasztott próbapernek az áldozatai, de nyilván az eljárás nem csak velük szemben folyik, hanem az összes többi piaci szereplővel szemben is indulnak az eljárások, és azt az állapotot el kell érni, hogy a magyar előadók és a nemzetközi előadók, akiknek a felvételeit felhasználják ezek a szolgáltatók, megfizessék ennek a szolgáltatásnak az árát azoknak a szereplőknek, akik nincsen szolgáltatás. Nincsen dízer zene nélkül. Csak egy dolgot csinálnak, zenét juttatnak el a közönséghez. Ha nem fizetik meg a zenének az árát, akkor nincsen szolgáltatás. Nehéz lesz megszólalni azután, de... Te... Hát, hogy a nemzet, nemzetközi relációban hogy, hogyan értékeled a. Igen. Hát mondok egy teljesen más vetületet. A zeneipari jelentésből, ami ilyen kivonatot hoztunk, ott van hátul egy pár példány. Abból is látszik, hogy egyébként ebben a régióban, itt Közép-Európában a közös jogkezelés elég erős. Ennek piaci oka van. Piaci oka is, meg nyilván van egy szabályozási oka. Tehát, hogy egy előadó, egy szerző, egy kiadó bevételében sokkal nagyobb arányt tesz ki itt a jogdíj, mint Nyugat-Európában vagy Amerikában. Ez azért van, mert kicsi kisebb a piac. Ez és nagyon, minden... nagyon, gyenge a piac, tehát hogy ugye nagyon az a közvetlen bevétel, ami mondjuk például egy kiadónál tud jelentkezni, az sokkal gyengébb. Tehát, mondjuk Svédországban ugyanekkora ország, mint amilyen van 4 millió streaming előfizető, nálunk meg mondjuk százezer, és ez már egy nagy lépés előre. Tehát, hogy ilyen, ilyen okok miatt a közös sok van egy sokkal nagyobb jelentősége. Most nagyon magunkat fényezni az nyilván furcsa lenne, de a szizakban, ami a Nemzetközi Szövetségünk, abban mindig mi kapjuk a legtöbb szavazatot, amikor a bordba választanak tagokat. Beszéltünk az adatokról, különösen Péter, említette, hogy mennyire fontosak az adatok, erről majd még lesz szó nyilván a digitális panelünkben, hiszen ott az adatok ugyanolyan fontosak, vagy még fontosabbak, hiszen alapból azok jutnak el majd a jogkezelőkhöz is, amik, amiket a zenészbe visz, vagy az agregátor cég, vagy bárki. Ezt meg tudjátok világítani, hogy lássák, mondjuk a tagok lehet, hogy tudják, de hogy úgy általában az emberek, hogy szoktam mutatni egy rádiós lejelentést, amiben a magyar karakterek, az éj, az ő, az, az valami nagyon fura karakterként jelentkezik, ilyen 5-6 karakterként, és alig olvasható a cím, és hogy milyen verziójuk, tehát mondjuk kigitározik azon a felvételen, hiszen akár háromféle felvétel is lehet egy élő, az első lemez kiadóval, meg utána nem tudom, egy best of külön felzenét verzió. Nálatok hogy megy ez, hogy megy ennek a kibogozása? Hány ember foglalkozik vele, vagy, vagy mit tudtok ezzel csinálni? most kezdhetem én. Ugye ta, eh, onnan jövünk, hogy van a rendszerváltás előtt ugye egy rádió, egy tévé, minden, mindenből egy egy hangfelvétel kiadó. Tehát egy olyan világból érkezett ez, ahol ez az eh, adat, meg pénz párosítása, ez ilyen kockás lapokon, kockás volt. papírokon történt. És hát tulajdonképpen azért, eh, ahogy itt Elképesztően megnövekedett az adatmennyiség. Ugye ezt először csak úgy kell elképzelni, hogy mondjuk már nem két-három rádiócsatorna, hanem 40 rádiócsatorna. Tv-knél nem kettő, hanem ott is valami 40-50 csatornának az adatait dolgozzuk föl. Ugye ebben van egy növekedés. De hogy nem tudom, hogy így matematikából mennyire emlékeztek a, a nagyságrend fogalomra, hogy ezt az emberek általában rosszul használják. Egy nagyságrend az az, hogy tízszeres valami. Ha azt mondom, hogy rádiós elhangzásoknak a nagyságrendje az milliós, tehát hogy egy évben körülbelül pár millió elhangzást kell feldolgozni, beazonosítani. Ennek nagy részét még mindig lehet úgy, hogy ember ránézés foglalkozik vele. Nyilván ebben is már segít nagyon régóta, fejlesztett IT-eszköz is, tehát ezt nem lehet teljesen kézzel, de még mindig nagyon nagy jelentősége van annak, hogy munkatársak megnézik azt, hogy ez vajon mi lehet. Most az online világból már most három nagyságrenddel nagyobb adatmennyiség jön be, nagyon pici pénzzel egyébként, tehát hogy milliárdos nagyságrendű elhangzások jönnek, amit tényleg nem lehet máshogy kezelni, csak géppel. Nyilván lehet ott is valami limitet húzni, és a nagyon nagy összegekre azért ránézni szemmel, hogy ott találunk-e még valamit pluszban, de Azoknak a bizonyos metaadatoknak, amikről majd itt azek szerint akkor lesz még szónak nagy jelentősége van. Tehát, hogy jó, ha tudjuk azt pontosan, hogy milyen kód, pontosan melyik verzió, melyik ezek, ezeknek nagy jelentősége van, ez alapján tudjuk megtalálni azt, hogy hogy, hogy, hova is kell kifizetni ezeket a jogdíjakat. Ez az ilyen három nagyságrendi ugrás, viszonylag rövid idő alatt ez egy nagyon komoly kihívás bármilyen IT eszköznek, tehát hogy, hogy mondjam, egy, egy, olyan adatállomány, ami ilyen terabajtokban érkezik, az méretben annak a betöltése is problémát okoz azokkal a betöltő eszközökkel, amikkel korábban rendelkeztünk. Tehát nagyon komoly nemzetközi együttműködésünk is van ebben, van olyan szolgáltató, ez nem magyar, hanem egy Egyébként egy katalán startup, ami ebben segít nekünk, ami előfeldolgozza ezeket az adatokat. Tehát, hogy itt tényleg van egy ilyen adatfeldolgozó üzem, hogy abból aztán a végén kifizetések legyenek. Hát ez most Big Data. Tehát, amiről beszélgetünk, az nem más, mint hatalmas adatbázisoknak a, a kezelése. A folyamatot szerintem két képpel meg tudom világítani. Ezelőtt húsz évvel, amikor még csak egy rádió üzemelt az országban, majdnem csak egy rádió volt, akkor a közrádió úgy adta át a játszási listánkat, hogy beállított egy barkasszal a mi kertünkbe, és akkor emberek becipelték a kézzel írott játszási listákat, amit aztán odaadtunk gyógyszerészeknek, hogy próbálják visszaolvasni, vagy sikerült, vagy nem. Aztán változott a helyzet, mert egy idő után a Magyar Rádió is képes volt arra, hogy számítógéppel rögzítse a játszási listák jelentős részét, és akkor rögzítették számítógépen, majd kinyomtatták a lapokat, és a kinyomtatott lapokat betették egy barkaszba, ami áthozta hozzánk, akkor már nem volt szükség legalább gyógyszerészre, csak erős emberekre, aki ezt bevitte. Elképesztő mennyiségi munkába telt, míg meggyőztük a, a, a rádiókat és televíziókat, hogy hát 2000 után elektronikusan kéne átadni ezeket az adatokat. Tehát, hogy, hogy nem magyarázzuk már el egymásnak, hogy muszáj kinyomtatni, mert máshogy nem lehet átadni az adatokat. Botrányosan drága az adatfeldolgozás, azt kell, hogy mondjam. És ahogy a Péter is hangsúlyozta, én is szeretném hangsúlyozni, hogy azoknak az egyedi azonosítóknak, amik a műveket, hangfelvételeket azonosítják, elképesztően nagy jelentősége lett. Tehát tessék mindenkinek gondoskodni arról, hogy a művekhez ilyes WC-kód társuljon, tessék mindenkinek gondoskodni arról, hogy a hangfelvételekhez ilyes kód társuljon, mert enélkül nagyon nehéz lesz megtalálni a nagyon nagy címnak az a nagyon pici tűket. A közös sokkezelők, ahogy a Péter is mondja, ma már 100 milliós esetekként még nagyobb nagyságrendben dolgoznak feladatokat. Ha ezeket címek és szerzők alapján kell megtalálni, az szinte lehetetlenség. A nemzetközi azonosítók az útvonal, azokat kell használni, arról kell meggyőzni a szolgáltatókat, mondjuk az internetes szolgáltatókat erről nem kell meggyőzni, a rádiókat és a televíziókat viszont igen, hogy ezeket az azonosítókat rögzítsék ők maguk is a saját rendszereikbe. Hogy aztán ne kelljen zeneipari szakértőket arra fog, azért foglalkoztatni, hogy amit ők meglehetősen bután értek le a saját szerkesztő programokba, az valójában milyen állangzást akarhatott. ISRC, ISVC, ezeknek van ma a legnagyobb jelentősége. Mindenki gondoskodjon ezeknek a kódoknak az ismeretéről, és használja is. E, nagyon röviden már volt szó róla, de talán emeljük így e, utolsó kérdésként, hogy mit tehet a szerző vagy az előadó, a zenész e, azért, hogy biztosabb legyen és jobb legyen a dolog. Nyilván volt már szó róla, hogy a koncertet le kell jelenteni, de talán nem árt, hogyha összeszedjük itt a végére. Az a helyzet, hogy a jogkezelők azok ilyen nagyon kiszámítható, ilyen pénzbedobó automaták. Tehát, hogy ha tudod, hogy mit teszel be, akkor tudod, hogy mi jön ki a végén. Ezt azért mondom, mert egyébként ugye művészek, zenészek körében ez sokszor, hogy, huh, nem értem, persze, vannak bonyolult a dolog, de egyébként onnan lehet tudni azt, hogy ez egy kiszámítható dolog, hogy mi most már szerintem egy jó 10-15 éve küzdünk mindig különböző visszaélőkkel. Tudom, egyébként ezt a spotify sztorit olvasta valaki most éppen tegnap a dalszerző blogon is megjelent. hogy... Egészen bulváros anyag tulajdonképpen. Igen, igen jó, tehát, ott, hogy ott McMahon, ott valaki átveri az algoritmust, ott, és ott nem egy jó kezelőrendszer a Spotify rendszerét, hogy hogy lehet ilyen kamu profilokkal, kamu meghallgatásokkal pénzt kinyerni. Na most ezekkel mi is küzdünk. Ebből látszik az, hogy ez egy kiszámítható rendszer. Ebben pofon egyszerű minden dalt bejelenteni, ugye ezen az online rendszeren is, az ISVC kódot azt mi kiosztjuk, tehát minden hozzánk bejelentett dalnak lesz ISVC kódja, azt tudjátok is látni. Ha valaki fellép is, és saját dalokat is játszik, akkor havonta ezen az általán megmutatott rendszeren a fellépéseket bejelenteni és érdemes mondjuk évente egyszer ezeket az azonosítatlan műveket keresni, hogy nincs -e valami, ami véletlenül adathiány, adat dolog miatt beragadt. Ha ezek megvannak, akkor igazából onnantól kezdve a többi az a mi dolgunk. Csak egy, egy dologgal egészíteném ki ezt a listát, amit Péter mondott, amivel teljesen egyetértek, tehát tessék az adatokat leadni, tessék ezeket gondozni, hogy szerintem a szakmának van felelőssége abban, hogy megőrizze a közös sokkezelésnek az intézményét úgy, ahogy ez ma van. Ha megnézitek az iparági kutatásokat, akkor az látszódik, hogy a zenészek bevételének kb. kétharmada érkezik közös sokkezelőktől. De ez csak addig van így, ameddig az érintett jogosultak, szerzők, előadók a közös sokkezelők mögött vannak, és nem velük szemben. Szerintem a szakmának van felelőssége abban, hogy erre a kétharmadra vigyázzon. Ez egy olyan terület, amiről beszélgettünk, ami egyébként nem túlságosan népszerű. Tehát mondjuk a Pistabácsi és Jurinéni nem feltétlenül lelkes attól, hogy üres hordozó díjat kell fizetni. De ha a szakma nem vigyáz ezekre az intézményekre, nem vigyáz a közös kezelés, akkor ez a kétharmad egyszerűen el fog párologni a rendszerből. Tehát én még egy dologra egészítem ki, hogy mit tehet a szakma annak érdekében, hogy ezek a jogdíjak jövőre is megérkezzenek. Vigyázzunk erre az intézményre hogy ne roskadjék össze, ennek most nincs túl nagy esélye, de a szakmának a saját felelősség, hogy erre vigyázzon.